Üdvözlöm a Szerdázat Leltár műsor nézőit, a nevem Bor Tibi, és itt a stúdiókban üdvözlöm a vendégeimet, Szigeti Attila, a Szerdázat állandó vendége. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Duduc Tibor, a Nemzeti Sport felvidéki tudósítója. Sziasztok! És Kovács Máté, a Lelkes Elemző Facebook oldal alkotója, jól mondtam. Ez nagyon hosszú, úgyhogy attól féltem, hogy ezt fogom elfelejteni. Én is köszöntök mindenkit. Srácok, első kérdést, ellenben azzal, ami volt múltkor, ott élesbe kezdtünk, legyen ilyen bemelegítő kérdés. A két leltár forgatása között milyen kiemelkedő foci eseményt láttatok a Dac életében, illetve a fociban, a nagyvilág fociában? Kezdjük akár veled, Attila. Hát a Dac életében én szerintem a zuhanó repülés nem állt meg, a véleményem szerint, és azt gondolom, hogy az edzői ráhatás is stagnál a csapatra, és hát a hetedik és a hatodik helyen küzdjük a bajnokságot, ami véleményem szerint a szurkolónak és talán nekünk is szokatlan. Hát a nagyvilágban az volt, hogy a magyarok megverték a szerbeket, ugye, és azt hiszem, hogy most már talán mondhatjuk azt, hogy a továbbjutás kapujában áll a magyar válogatott. Kopogjuk le, hát... Próbáljunk egy kicsit pozitívan gondolkodni, úgyhogy biztos vagyok benne, tovább jutunk. Oké. Tibor? Kezdjem a Daccal. Egy pozitívum az, hogy két kört mentünk a szlovák kupában. Hát elég szomorú, hogy ezt tudom említeni, mint pozitívumnak. A negatívumnak meg hát nagyon sok van. Ugye a vereségek, a játék, a csökkenő nézőszám, és sajnos, ami számomra nagyon-nagyon szomorú, hogy a kommunikáció a klub részéről cseppet sem változott. Azt hiszem, erről majd bővebben beszélünk később. És ami nemzetközi, csatlakozók Attilához, hogy említette a szervek elleni meccset, hát volt szerencsém ott lenni ezen a találkozón, hát az utóbbi évek legnagyobb meccse volt, egy 65 ezeres teltházas Puskás arénába, az a szavakkal nem lehet leírni, szóval fantasztikus. Egy újabb Liga bőrös mérkőzés. Pontosan. Máté? Én is kezdem a Dacca. Nekem talán a legnagyobb pozitívum, ha lehet ebben a időkben pozitívumról beszélni, az a sportigazgató kinevezése. Egyelőre még csak annak örülök, hogy kineveztek, és van talán egy szakmabeli, akivel talán elindulhat egy olyan program, vagy akármilyen projekt, amivel hosszú távon lehet számolni, akár edző, játékos keringés terén, és talán ezzel előrébb tud lépni a csapat. Nemzetközileg én is a magyar válogatottat hoztam, mert nekem is volt szerencsém ott lenni azon a mérkőzésen Szerbia ellen. A hangulat az tényleg hihetetlen volt, és a játék is, ahogy a játékosokon látni lehetett, amit a szurkolókon beleadtak mindent, és végül sikerült is győzni, és még egy ilyen pici, hogy talán Szoboszlai remeklés a Liverpoolban, hogy egészen elképesztő még most is, hogy még nem tud leállni. Igen, utolsó körben azt hiszem két gólpassza volt. Igen. Úgyhogy hát büszkék lehetünk Szoboszlaira. Attival kezdeném azokat a kérdéseket, ahol egymásra aztán reagálhattok. Gyakorlatilag mi beszéltünk a mai szervezet forgatáson erről a témáról. Egy kicsit máshogy építettem fel a kérdést, más szemszögből megközelítve. Mit jelent a fociba, és kivált kép a Dacnál az a tény, hogy 11 kör után, illetve 12 kör után abszolút nem tudjuk megmondani, hogy milyen mit játszunk, és csak azt tudjuk elmondani, hogy nincs olyan hatékony rendszerünk, amivel a ellenfélre rákényszerítenénk a akaratunkat. Miről beszél ez?
Hát azt nem mondhatjuk, hogy nem nincs egy játékrendszerünk, mert Gulyáék kialakítottak egy így hatékony, ez nagyon fontos szó a kérdésedben. Azt nem mondhatjuk, hogy nincs játékrendszerünk. De van egy játékrendszerünk, amit már szerintem a Szína is leolvasott. És hát egy harmadik ligás csapat talán képzetlen ahhoz, hogy egy Dunaszerdája fölvegye a versenyt, de egy Nagy Mihály nem képzetlen, szóval Nagy Mihály ott van, ahol van, viszont tudja, hogy mit fogunk játszani, tudja, hogy mit várhat egy Dunaszerdejtől, és az, amikor azt nyilatkozza az edzőnk, hogy szeretne több arculatú csapatot szerkeszteni a Dunaszerdejből, vagy kialakítani egy több rendszerben játszó csapatot, akkor hétről hétre azt látjuk, hogy a sokpasszos játék, amit mutatnak a srácok, és semmi meglepő nincs a játékunkban. Szóval én úgy gondolom, hogy amikor én kijelentettem azt, hogy itt edzőváltásra van szükség, akkor én erre gondoltam, hogy Gula nem tud újat vinni a csapatmunkával, a csapat teljesítménybe. Tibor, te ez hogy élted meg, hogy gyakorlatilag szenvedünk a 12. körben is? Szerintem igen, szenvedünk. Igen, nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen alacsony szinten a DAC. Már mind a helyezésileg ugye most hatodikok, de hát ugye egy körrel vissza már hetedikek voltunk, ugye? Én amondó vagyok, hogy ez az egész még visszavezethető a nyári felkészülési időszakra, vagy mondhatnám, hogy az egész már kezdődött a tavaszi idény végén, amikor már nyilvánvaló volt, hogy egy-két játékos távozik, és valójában, amikor elkezdtük a felkészülést június közepén, ha jól emlékszem, ugye, és tudtuk, hogy egy hónap múlva, vagy három hét múlva itt van az első komoly meccs. Igaz, hogy itt volt akkor még a Kalmár, még itt volt a Krstovics, de az a csapat nem volt kész. Azután, miután elment ez a két meghatározó játékos, szerintem a csapat arculata az... Nem lehet tudni, hogy hogyan néz ki a DAC, hogy ez a DAC. Igen. Máté, elemző szemszögéből ez a 12 meccs, ez egy... Ha elosztjuk, hogy minden egyes mérkőzést elemeztél, ezek monotematikus elemzések voltak, vagy azért találtál nagyobb különbséget, mint amilyen képet adott, a szubjektív képet adott ez a 12 kör? Hát mindegyik meccset külön megnéztem, és próbáltam függetlenítve összes meccset úgy elemezni, hogy mi volt előtte. Én azt vettem észre, hogy az egész visszavezethető egész átigazolási politikára, azzal, hogy elment, nem is, talán most nem is Krstovicsot és Kalmárt emelném ki, hanem Blackmant, aki arról volt híres, hogy egyenlegi szituációkat parádésen oldotta meg, jól verte meg ellenfeleket, védelem mögé jutottunk, és vissza tudta passzolni a labdákat, érkező játékosok pedig azt befejezték, és én azt látom most egyik nagy problémának, hogy nem azokat a profilokat szerződtette a DAC, akik előtte voltak, de ugyanazt a játékot szeretnék tovább játszani, és egyszerűen folyamatosan megy a szenvedés, hogy Trussa azokat a területeket támadja, ahol rengetegen vannak, akkor a Guré teljesen más felfogás, olyan területeket támad, ahol nincs mit keresnie, vagy nem érzi jól magát, és folyamatosan jön ez a szenvedés, hogy elmozognak, nincsenek ott, régen voltak, és egyszerűen nem tudják azt a játékot hozni, amit elvárnak az emberek, és a helyzeteket sem. Attila, ezekre mérkőzésekre, utolsó mérkőzésekre már nagyon hatással van a pszichológia, szóval minél tovább, annál rosszabb a csapatnak is, meg a közegünknek is. Szóval pszichológiát, mint maga témát, arról is beszélhetünk bővebben, és talán órák hosszát. De nekem egy kérdés jutott eszembe abból az általános kérdésből, amit itt feltettem neked, hogy rendben, arról beszéltünk ma a szerdezetben, hogy képes-e Gula, vagy akar-e változtatni ezen a meneten, és ki tudja venni a kátyúból a csapatot. Most bővítem ezt a kérdést,
Van egyáltalán olyan edző, vagy milyen típusú edző kell hozzá, ha nem a Gulát számoljuk? Maximálisan az a véleményem, hogy van olyan edző, viszont Gula azt is kijelentette, hogy nem szeretne felfogást változtatni most. Valahol olvastam, és ezt is hallottam a nyilatkozatában, hogy nem szeretne felfogást, a csapat felfogását nem szeretné, ezt a támadó focit, kvázi támadó foci, a két szélsőbek feltolásával. Ugye hát most be is jött, mert a Blackünk rúgott két gólt, szóval ez valahol őt igazolta ezzel a játékkal, de viszont nincs látvány a játékunkban. Mindenki tudja, hogy építjük a támadásainkat, mennyi paszból építjük a támadásainkat. Ha Pinto rosszabb napot fog ki, akkor úgy fog játszani, hogy Nagy Mihály ellen. Na csak visszatérve a kérdésedhez, mindenféleképpen van olyan edző. Gulának az a csapatot ment ki a kezéből, ez az én szerény véleményem, amikor túl közel engedte játékosokat magához, nagyon-nagyon bratyizott, mikor még Krsztovics is itt volt, és úgy próbálja ezeket a szituációkat, nincs feszültség a csapatba. Van egy bizonyos görcsösség, de viszont az a teher, nincs a játékosok vállára rakva a teher. Igen, nem tudod megcsinálni, akkor még megtapsolom, majd legközelebb sikerül. Más edzőtípust kíván mostani szituáció, a véleményem az, ezt így már nagyon nehéz kihozni ezt a csapatot, és pontosan olyan edző nem tudja kihozni, ahol a játékosai Kasa, Trusa, Kácser, és még sorolhatnám, azok a szinte Gula játékosai, ezek a játékosok. Szóval nincs ráhatás már a csapatra. Nálad ki az az edző, ha nem számoljuk Gulát, aki ki tudná hozni a csapatot a kátyúból? Per pillanat ilyen konkrét edzőt nem tudnák említeni. Vagy edzőtípust. Edzőtípus, igen. Nagyon nehéz ezt így... Ez fogós kérdés. Nagyon fogós kérdés, igen, mert valójában az ember nem ismeri, hogy hogy dolgoznak, miképp dolgoznak, hogyan zajlanak az edzések, igen. Hogy tényleg ott is ott van ez a bratizás, vagy tényleg, hogy megmondja nekik úgy, ahogy meg kell mondani, mert ha meg kell mondani, ugye, mert az nélkül nincs ilyen az élet, ugye? Igen, nem ismerjük a kabin légkörét. Persze, nem ismerjük a kabin légkörét. 100%-osan. De egy biztos, ami látható, hogy a Gulának nincs egy embere a pályán, valójában az, ami hiányzik egy vezéregyéniség. Most ne vegyük ugye azt, hogy hál' Istennek a Johan ugye rúgott két gólt, nyertünk 2-1-re, meg van a 3 pont, de nincs egy egyéniség, ugye, aki ha kell, akkor az asztalra csak. Igen. Máté, elemzés szempontjából, illetve rendszerváltozásból van az a típusú edző, vagy tudsz nevet is mondani, ha azt mondjuk, hogy Gula nem, akkor ki? Én se tudok sajnos konkrét szemét, vagy típust is nehezebben, mert minden edző máshogy látja ezeket a dolgokat. Van az a edző, akit nem érdekel az eredmény, látja maga előtt, hogy mit akar játszatni, és ő azt erőltetni fogja addig, amíg csak bírja. Nem tudom, hogy most Dacnál mi lehet ez a legnagyobb probléma, mert tényleg nem látjuk, hogy mi történik a edzéseken, hogyan kommunikálnak a játékosok, edzők egymással. Így nehéz megmondani, de talán tényleg az a vezéralkat, és tényleg hiányoznak azok a jó eredmények, egy kicsit jobb játéka, hogy a meccs végén nem fütszó hallatszik, hanem egy kicsit taps, amivel tudnak folyamatosan építkezni. Úgyhogy nagyon nehéz, hogy most pontosan mi a probléma, de itt van több faktor is, amivel gond lehet. Attila? Annyit talán hozzátennék, hogy 2 hete elküldték a Sassuolótól a Souzát, és ő már dolgozott Magyarországon. El tudnám képzelni azt a mentalitást, ő benne van egyfajta vagányság, egyfajta olyan hozzáértés, ami tudja, hogy kell hozzányúlni a játékoshoz. Én szerintem egy olyan edző kell mindenféleképpen, aki karizma, benne megvan egy jó adag, megvan benne a kemény fejűség is ebbe az edzőbe.
úgy, ahogy a fiúk mondják, nagyon nehéz. Tudnék pár nevet így felsorolni, ahogy mentálisan milyen edző kellene ide. Véleményem szerint a Pletykák, Csercseszov picit merész, nem tudom, a anyagi dolgokba is merész szerintem, és a mentalitása talán lehet, hogy hozna egyfajta tiszteletet az edzői, így is megvan az edzői státuszhoz, viszont ez már picit, pontosan ez futott ki a Gulának a kezéből. Attila, 12 mérkőzést játszottunk le, és ha van játékos csere, illetve mozgás egyik-másik oldalra, akkor mi kielemezhetjük azt, hogy egyes játékosok melyik pozitívan ugrott be, melyik hasznos transfer volt, és melyik nem. Viszont rá lehet úgy is nézni, hogy a csapatunkban voltak játékosok, akiknek az új játékosok segítettek, illetve akik ráfáztak, így magyarán mondva. Ezt hogyan látod, ezt a játékos ide-oda cseréket? Gondolom, nem fogtok azzal vitatkozni, mikor a kapust fogom kiemelni. Az igazolás, legnívósabb igazolások a Popovics, és hát sajnos utána soká semmi. Attila, még a kapusnál szerinted, jó, talán picit rá is vezetlek a válaszra, de ha cseréltünk volna menet közben, lehetett volna cserélni egy ilyen Popovics szintűt, bajnokok lettünk volna? Hát ez jó. Persze. Mondom, hogy rávezetek. Hát ott Petrásnak voltak olyan hibái, amiket ki lehetett volna küszöbölni, de azért nem szeretném a nyakába varni egy bajnoki cím elvesztését. A kérdésedre visszatérve, Kasa sérülten jött. Trusza talán az első mérkőzéseken még jobban talán jobb teljesítményt mutatott, mint most. Kácser egyszerűen belefásul a kulaféle taktikába. Herz ugye vagy kezd, vagy nem kezd, szintén zenész, holott én egy nagy munkabírású srácnak ismerem, és lehet, hogy más feladatokat osztanék rá, hogyha a Gulának lennék, máshogy állítanám fel a csapatot, és egy kicsit termentesíteném őt a védekezésből. Egyszerűbben. De még egyszer mondom, hogy Popovicson kívül soká semmi, nem hoztunk egyéniséget, és most ki kell azt jelenteni, hogy egy mérkőzés és három vagy négy Gure részéről ez valami kevés. És akkor kifázott rá, és kinek tett jót, magyarán mondva, hát és kinek rosszat? Most, hogyha egy picit humorosan szeretnék válaszolni, akkor mi fáztunk rá, meg a szurkolatában. De véleményem szerint még akár Iszvanis is ráfázott a gulaféle taktikára és a ideigazolt játékosokra. Viszont Csinger Márkot még azért meg kell említenünk, jött egy Csinger Márk, aki ugye már Rossi mesternél is felmerült a neve, és talán ott lesz a kapuba. Hát kerüljék el a sérülések a Márkot, mert hát nagy szüksége van a magyar válogatottnak ilyen típusú játékosokra. Szerintem még fog csiszolódni, nagyon fiatal a srác, fog csiszolódni, de én jó úton halad, nagyon jó úton halad a Márk. Igen, és emlékszek rá arra a momentumra, amikor te még a kezdetekben beszéltél róla, hogy a nemzetközi szintű játékosnak látod Csingért, és ez be is igazolódott, hogy szükség is lesz, hogy találjon a rossz egy nemzetközi szintű játékost, mert láttuk, hogy a Orbán Vili kiesett, és egyben két játékos esett ki, a Stiles is azzal, hogy nem volt ott a Orbán, úgyhogy szükség lesz. Hát nem szeretnék soká beszélni, de viszont Szalai Attilának is gondjai vannak a klubjában, úgyhogy ez a tipikus esete az, mikor egy klub nem segít a játékoson, a Szalai Attilá, és azt hiszem, hogy ott is lesz egyfajta krízis. Tiborom, nálad kezdjük azzal, hogy azok a játékosok, akik itt voltak, és jöttek a újak, hát ha elolvasod a kezdett 11-et, akkor látod, hogy kikerült ki a régiekből, de igazán, amikor látod, hogy hoppá, neked ez nem jött jól, hogy ide jöttek ezek a játékosok, te hogy látod ezt? Egy az, hogy
későn jöttek, ugye, szokás szerint, ugye egy perccel a átigazdasági időszak vége előtt, holott állítólag már itt voltak régen, de nem tudom, miért lett így bejelentve. És ha azt vesszük, Popovicson kívül, nem tudom, hogy ki volt az, akit egyből be lehetett vetni. Guré ugye játszott a Szlovan ellen, és a Popovics. És másik három, aki jöttek már szeptemberrel gondolok, azok sérültek voltak, ugye? Na. És nem tudom, hogy fogunk meg róla beszélni, Attila megemlítette a Csingit, ugye? Hát számomra, igen, ő egyenlőre ebben az idényben a mondhatni a megmentőnk minden téren. Az, aki valójában júliusban, mint ötödik középső védő indult, lehet, hogy bátor kijelentés, de per pillanat azt mondom, hogy most jelenleg ő az első. Amúgy megjegyzem, hogy az nagyon jó megjegyzés volt, hogy megemlítetted, hogy későn jöttek a játékosok, mert ebből a szempontból nem csak a új játékosok, akik idejönnek, azoknak kell megismerni a közeget, hanem az itt lévő játékosoknak a új játékosokat. Úgyhogy ez csapás pofon ide, és amikor későn hozod a játékosokat, úgyhogy igen, nagyon jó megjegyzés volt. Igen, és még az, hogy oké, mert megtörténhet természetesen, idehozok későn játékost, ugye, de legalább olyan játékos, akit egyből be tudok tenni. És úgy, ahogy az Attila mondta, valójában azok a játékosok, akik jöttek egyedül, az akit tényleg megkapta a lehetőséget, és azóta ott van, és magas színvonalon teljesít, a kapusunk, a Popovics. Ami megint ott vagyunk, ugye, hogy az átigazolási politika, ugye? Az elemzés, a számok ugyanazt mondják, amit a két kollégát. Igen, Csinger nagyon kiemelkedik, liga szinten is top 5-ben van, de hogyha jól tudom, akkor a 21-es korosztályban, akkor a Csinger vezeti a védekező beavatkozásokba ezeket a táblázatokat, úgyhogy Csinger egészen kiemelkedő idént fut. Popovicsnak pedig nagyon nehéz dolga van. Rengeteg lövéssel áll szembe. Én megnéztem most a forgatás előtt, és a Dac kapja magasan a legtöbb lövést a kapujára, és másodiknak ott áll mögötte például egy Skalica. Úgyhogy nagy gondok vannak. Azt azért hozzá kell tenni, hogy rengeteg blokkolás van, azt látjuk, hogy Csinger is, Kassa vagy akármelyik védő középpályás blokkol, ezzel nincs gond, de hogy rengeteget rúgnak a kapujára, és folyamatosan nyomás alatt van. Úgyhogy nehéz. Ha jól láttam, akkor te valami olyasmit is írtál, hogy per pillanat nekünk mindkét oldalról rossz az a XG szám. Ezt alacsony. Igen, megnézem pontosan, de nekem úgy van leírva, hogy egy XG differencia, ez a várható gól differencia, hogy kapott várható gólok, amelyet mi rúgunk, és a várható gólok, amit a ellenfél. Ez ebbe a évben 13,61, ez a várható gól, ez nagyon-nagyon alacsony, és erre rúgott adat 19 gólt, ami óriási túlteljesítés, ez hosszú távon nem lehet kivitelezni, és a várható gólok, amelyet a ellenfél produkál, az pedig 18,04, abban pedig 16 gólt rúgott a ellenfél, úgyhogy a kapus és a védelem azért még így is rengeteg góltól mentette meg a csapatot. Úgyhogy a Dac jelenleg a XG differenciába -4,43, vagyis sokkal jobb minőségű helyzetet dolgoznak ki ellenfelek, mint maga a Dac. Úgyhogy ez eléggé rosszul néz ki. És itt egyeznek a számok, az elemzés azzal, amit szubjektívan látunk, akár mi is, akár a nézők is a pályán. Hozzáfűzni ez még ezekhez? Én tudnék hozzáfűzni a Márkának még ahhoz is, hogy a Beleki egy az egyben fölismerte a Weiss is ezt a képességét, mert most már azt hiszem, hogy stabilan és nagyon sokat játszik. Ez még az előző kérdéshez. És ezt, amit most beszéltünk, ez kimondottan a középpályának a képességét mutatja. Mínusza. A támadásba való segítség és a védekezésbe való segítség. És ezért mondtam azt a szerdehelyzetben, hogy akár Dimont is lecserélném egy Brunettival.
megmerném húzni ezt a lépést, és olyan cserét csinálnák a középpályán, hogy megbontanám a Dimunkácser féle stabil középpályánkat, ami már nagyon neccesen játszik, most ugye le is vették a Kácsert, bele kellene nyúlni ebbe, merészebben ebbe a csapatba, és azt hiszem, hogy a XG-k javulnának akár védekezésbe, akár támadásba. A védelmünk nagyon jól szuperál, véleményem az, hogy szuperál, jól szuperál, akár még ha kapunk olyan gólokat is, mint amikor még a Gori ellen kaptuk azt a bepasszos gólt, azon kívül még kaptunk valamelyik meccsen egy bepasszos gólt, akkor a Szakolc ellen hogy muzsikáltunk ott, szóval még így is belefér a védelmünknek a teljesítménye kapussal, de viszont a középpálya és a középpályás védekező feladata és a középpályánk támadó feladata az már nagyon necces. Attila, gyakorlatilag nekünk ugyanez a képlet jött ki, hogy elől, még hátul nem rossz a helyzet, de nem kapnak segítséget, kellő segítséget a középpályától egyik szekció. Pontosan, és én nem tudom, hogy mi a véleményetek, én megpróbálnák akár három védős rendszerbe is belenyúlni egy olyan meccsbe, akár a Nagy Mihály. Három védős rendszer, gondolok itt Rizvanis, Csinger, és akár még egy belső védő a szélére. Lehet, hogy Pintót kihagynám, hogyha ilyen gyenge teljesítmény nyújt, és Anzuanát pedig fölnyomnám egyel följebb. Ott van a Brunetti, ugye? Így van. Bal oldalra, ugye bal lábas, így van. És megvan a három védő, akit mondtál. Pontosan. Rendben. Akkor most térjünk a Máté feladatára, amit kapott. Megkértelek ugye, hogy hozzá példát arról, hogy mikor láttuk azt, amikor a Gula próbálkozott valami rendszerváltoztatással, és utalj rá, hogy mikor sikeresen, és mikor nem. Rendben. Akkor én most kezdeném a sikeressel, amely annyira óriási nagy változás nem volt, de mégis azért pozitívan hatott, és talán még hathat ez a jövőbe is. Ez az első képen egy labda kihozatalt láthatunk, ez jelen esetben a Nagyszombat ellen volt. A Nagyszombat itt próbált elég agresszíven letámadni, és még ami érdekes volt, hogy Stetina és Zelkovics, ők Gurét kettőzték, kettő levegőben erős játékos, mivel régebben a Dac inkább azt próbálta, hogy kirúgta magasan a labdát, hosszú labda a Guréra, lecsúsztatta, vagy lefejelte Trusza, vagy éppen a jelen esetben Ramadan megpróbálta begyűjteni a labdákat és gyorsan elindulni. De itt a Nagyszombat esélyt se adott erre, és próbálta Dac laposan kihozni a labdát. Itt a nyilakkal azt lehet látni, hogy a játékosok kire próbáltak nyomást gyakorolni, próbáltak többször inkább passzsávokat elzárni, és itt én ebben látok jövőt is, hogy óriási terület van a Nagyszombat védelme és a támadósora között, amelyet olyan játékosokkal, mint Ramadan, ki lehet használni. Szerintem, vagy akár Trusza is ezeket a labdákat azért ügyesen meg szokta tartani, esetleg felrúgják, és gyorsan túl lehetne jutni a ellenfél védelmén, és akár helyzeteket kialakítani. Ebből még egyelőre keveset láttunk, mert egyszerűen a csapatok nem támadnak le olyan szinten. A Nagyszombati meccs ez egy kivétel volt, de itt se sikerült azért 100%-osan ezt végigvinni, de a jövőben ez még jól jöhet. Második példa. Rendben. A második szituáció a Nagy Mihály elleni meccsről hoztam. Pontosabban egy pillanat volt, amikor megláttam azt a reményt, hogy egy olyan játékos, mint Herz hozhat egy olyan újítást ebbe a csapatba, amit már régen láttunk, és talán Kácsér még ezt a tavalyi szezonban meg tudta csinálni, és megismerte néhány szituációban, még ha nem is gyakran, de Herz egyetlen egy passzal túljátszott itt öt játékost, és Csermák egyből a védelemmel állt szembe. Szimplán
szimplán túljátszotta ezeket úgy a játékosokat, hogy belőtte azt a labdát erővel, Csermák le tudta venni, de még egy érintéssel már odaért a védelem, és nem tudott további helyzetet kialakítani, de ez a jövőben még nagyon-nagyon sokat segíthet, főleg ilyen mélyen védekező csapatok ellen, és azt hiszem, hogy egy kicsit a szerencse a szerencsétlenségbe, hogy Gavrics megsérült, és nincs a bal oldalra olyan szélső, akiben úgy bízna Gula, és megpróbálkozott most Herzel, és szerintem Herzel még alkothatnak sokkal több helyzetet, és sokkal jobb szituációkat hozhatnak ki, úgyhogy ezt ilyen pozitívumként emelném ki. Itt kérdés, Attila, gyors kérdés. Ha Kácsér cserepadon van, a passzokról beszélünk, cserepadon van, és Herz sincs a pályán, van valaki, aki ezeket a Herzféle, Kácsérféle passzokat tud a csapatból? Biztos, hogy nincs. Legalábbis én nem ismerek ilyet. Veselovskit ugye nem láttuk már, nem tudom mióta, de ő se talán a jelenlegi formája nem tudná helyettesíteni egy Herz Kácsér, akár Kácsérnek a rosszabbik formáját is vehetjük, nem tudná helyettesíteni. Romérot, jól mondom, igen, srácok, Romérot nem láttuk, nem látom. Talán felsőszelibe látom őt. Nem tudok említeni, nincs alternatíva ezekre a játékosokra, hogyha kiesik. És előbb, amit beszéltünk, hogy ahogy a Tibi mondta, hogy a Brunettit akár, ahogy védő, de én megpróbálnám például Brunettinak a passzpontosságát és kihasználni egy olyan szituációba, vagyis hogy egy picit följebb tolnám őt középpályára. És talán ő tudna érvényesülni ott is. Ez, amit mondtatok előbb, hogy a igazolásainknak a hátulütője, hogy nincs alternatívánk, hogyha kiesik és rossz formát mutat két játékos. De ahogy Máté mondta, Herzel nagyon, nagyon sokat tudnék variálni. Máté, igen? Tibi, mondhatok még ezzel kapcsolatban, hogy Attila ugye mondta a játékost, én természetesen nem lehet összehasonlítani a legfelsőbb osztályt és a második osztályt. Múlt héten Pozsonyba, és most is otthon a Somorja mezébe játszott a Milán, Vitális Milán. És mondom, hogy minden meccs más, egyik osztály, másik osztály, és őnála megvolt az, ez a labda kihozatal, és aztán tudott passzolni. Természetesen rontott is, de nagyon jól ki tudta hozni, és tudta üresbe játszani a labdát. Mert valójában, ha jól emlékszem, a Milán ugye az első meccsen kapott lehetőséget Nagy Mihályba, a Dacban, aztán talán kupameccsen játszott Nagyszelibe, ha jól tudom. És aztán soká semmi. Mondom, én nem lehet összehasonlítani, de mondom, hogy a Pozsonban a Szlován Fakó csapat ellen, és most pedig a Miava ellen jót teljesített. No. Ha jól emlékszünk vissza, akkor egyik legjobb volt a felkészülés alatt, és hát én nem emlékszek rá, hogy valami nagy forma hanyatlása lenne, hogy ne kapjon lehetőséget. Lehet, hogy valamilyen módon nem jöttek a eredmények, akkor inkább a sajátjaiba bízott, nem a fiatalokba, de ez megint egy más téma. Máté, harmadik példa, és ez az első negatív. Igen, hát ezt a szituációt pontosan a Podbrezova elleni meccsről hoztam. Azon a meccsen én azt mondom, hogy azért nem igazán érdemelte meg a Dac azt a győzelmet. A Podbrezova szerintem kimagaslóan játszott, és ezt taktikailag is bizonyították, hogy a labdakihozataloknál nagyon okosan mélyen fölálltak, akár öten a hátsó ötös teljesen mélyen volt, a kettő védekező középpályás is egészen mélyre húzódott, akire Ramadan és Kácsér ment ki. Guré, Gavrics és Trussa a három középső hátvédet támadta le. Guré ezzel a íves letámadással valójában rákényszerítette azt a középhátvédet, hogy ívelje fel, de
ez a Podbrezovánkság szinte jól jött, mivel teljesen előre húzta Dasznak a játékosait, és a támadó harmadukba pedig egy-egy ellenes szituációkat alakítottak ki. Itt azon múlott, hogy Csinger, Dimun vagy Kasa éppen mennyire tudja megnyerni a párharcait, vagy éppen mennyire tudja tartani a lépést a játékosokkal, akik már védelem mögé futnak be. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami talán jobban lehetne biztosítani hátul, és inkább kevesebb játékossal letámadni, inkább passávokat zárni. Például, hogyha Gurét letámad, akkor a védő már nem tud jobb oldalra passzolni, vagy csak nagyon rizikósan, akkor esetleg Ramadán, vagy Gavrics esetleg mélyebbre húzódhat, vagy esetleg Anzuana bejöhetne egy kicsit középre, hogy legyen meg az a egy ember plusz, mert a Podbrezova ezt nagyon szépen használta. Igaz, nem tudott helyzetet kialakítani, de lehet, hogy jövő héten egy másik csapat például Akassal el tud majd menni, és abból pont jön egy gól. Valaki hozzáfűzni? Én talán hozzáfűzném azt, hogy pontosan ezt hiányolom a csapatunknál, amit itt a negatívumnak rajzoltál. Pontosan ezt a fölpaszt és ez a Gure, hogyha megcseréljük itt a Csingermarkra, itt a tízes számú játékost is, akkor ez a fölpaszt hiányzik a Gurére, mert én azt gondolom, hogyha egybe van, és nincs két játékossal lefogva, akkor képes megtartani ezt a pozíciót, vagy képes megtartani a labdát. És ezt nagyon jól kivitelezte ez az Zoyan Brezo. És én azt gondolom, hogy Csingernek a jó teljesítménye nagyon-nagyon szükséges volt ezen a meccsen ahhoz, hogy ne rugdassanak itt több gólt. Nekünk hát lehet, hogy még 10 percen a meccsből lehet, hogy kiegyenlítenek, mert kezdtünk fáradni. És hogyha megnézzük ezt a felállást, ezt a negatív felállást, akkor gyönyörűen kimozdítanak bennünket, ahogy mondtad, hogy mélységbe visszamennek a játékosok, és marad egy nagy terület, és ehhez hozzá tudnám csatlakoztatni a nagy szombat elleni papírost, amit te itt gyönyörűen megrajzoltál, és a szerdahelyzetben pontosan ezt mondtam, hogy 4 játékosot támadtak, se többel, se kevesebbel. Nem használták ki még akár a Mikovicsot, vagy azt hiszem a bal felén. Néha-néha följárt, de nem mindig, és maradt a 4 játékos, aki kimondottan kontra játékot és sok mozgásos, és megtalálták egymást. Na most szóval ezt nagyon össze tudnám hasonlítani, ezt a 2 papírost, és nagyon megzavartak bennünket, hát meg is nyerte ezt a mérkőzést a nagy szombat, sajnos, mert ezt nem tudtuk lereagálni. És sajnos megérdemelte. Sajnos megérdemelte. Lehet, kaphatunk volna többet is. Kaphatunk volna többet is, és ez itt a edzői vereség is, ez Gulának a vereség. Ez hát igen, ott Gasparik kiolvasta. Mindkét mérkőzés. Így. Az gyönyörűen kiolvasta Gasparik. Így, pontosan. Negyedik. Rendben, negyedik, az ugyanúgy a Zoyan Brezo vagy a Podbrezova elleni meccsről hoztam, de ez átlagban gond van ezzel, hogyha 5 védős vagy 3 védős csapat ellen játszik a Dac, hogy egyszerűen, hogy ebben esetben 3-5-2-ben állt fel a Zoyan Brezo, és Csinger és Kasa folyamatosan el volt foglalva a 2 középcsatárral, és pontosan ezek voltak azok a pillanatok, amikor, hogyha a védekezésben mért vissza Gavrics, vagy éppen Trusza, akkor egyből 2 egyenlés szituáció alakult ki, és ezeknél látható volt, hogy akár Pintu, vagy akár Anzuana is döntés előtt volt, hogy akkor ő most menjen inkább a szélre a játékossal, vagy inkább védje a belső területeket, hogy ne induljanak be, de egészen könnyedén tudtak a védelem mögé kerülni, és ez folyamatos probléma, hogyha 3 védős rendszer ellen játszanak, hogy egyszerűen nincsenek meg az emberek, és egyetlen egy visszarendeződési hibával elcsúszik az egész, és jönnek a helyzetek, és nem véletlen, hogy ilyen nagy minőségű helyzeteket alakítanak ki, akár a nagy szombat, vagy akár a Podbrezova is. Valakinek hozzászólás ehhez? Ez is egy nagyon jó rajz. Pontosan ez, hogyha az ellenfél létszány fölint alakít ki, és pontosan ez a 2-1-re, ahogy a védőkre
meg tudják csinálni a létszám fölint, és ez nem elhanyagolható tény, hogy egy kivágott labda szinte az ő védőjüké, mert lényegben Guri egyedül van elől. És, nem, és a labda kihozatal is olyan, hogy visszapresszingelt ránk akkor a Zoembrézó. Én nekem csak ennyi hozzá, gyerekek. Még egy kérdés van hozzád, Máté. Gure. Gyakorlatilag nekem, és beszéltünk a mai szerdehelyzetben is róla, hogy kíséri, illetve hasonló történet, mint a Hányancsi. Nem beszélünk arról, hogy ugyanazok a játékosok, hanem első mérkőzés kiváló, és utána sehol semmi. Na most tekintsünk el attól, hogy a játékos nem olyan, amilyen kvalitást mutatott az első mérkőzésen, és a kérdésem az, hogy az miatt, hogy mit játszunk, és hogyan játszunk, és milyen rendszerekben játszunk, logikus, hogy a Gurének nem megy a játék? Hát szerintem meg lehetne azt oldani, hogy ő jól játszon és helyzetekbe kerüljön, ami jelenleg a legnagyobb probléma. Guré nem kerül helyzetbe, még fél helyzetekbe se. Én megnéztem játékosokra lebontva is ezt a várható gólokat. Guré 0,64-jel áll 6 meccs után, tehát még egy gól se éri el, még azt se lehet tőle valójában elvárni. És jelenleg a legmagasabb várható góla még mindig Krusztovicsel a dacba. 3 meccs alatt szerzett 2,86-as. A Lecsébe is, talán a Lecsébe is most. Igen, és pont az, hogy Guré szinte teljesen azt akarja játszani, amit Krusztovicstól kértek. Krusztovics nagyon jól volt abban, hogy ő hátta is a kapunak, vagy akár hogyha szélső területekbe kiment, akkor ő meg tudta néha verni a játékost egy-egybe, és rá tudta rúgni a labdát. Guré elmondta talán a első interjújában, hogy ő technikailag nem olyan képzett, neki ezzel még rengeteget kell dolgozni. És nagyon gyakori az, hogy Guré kimegy a szélre, böködi a labdát 100 érintés, de egyszerűen nem tudja a védőt átverni, és egyszerűen mire kipasszolja a labdát a szélsőnek, jön be a labda, ő nincs a helyén, mert épp akkor próbál oda visszamenni. Tehát én nekem az a legnagyobb gondom, hogy ő szerintem olyan pozíciókban játszik, ahol ő nem érzi jól magát, vagyis legalább nem teljesít olyan jól, mint ahogy teljesíthetne. Mert látok, hogy Újpestben ő termelt a gólokat azért elég szépen. Tehát nem az van, hogy ő egy tehetségtelen rossz csatár, csak egyszerűen nem kapja meg azokat a helyzeteket, vagy nem kerül oda, aminek jól jönne. Pontosan ez közbejátszhat az is, hogy például most nagyon gyakori, hogy Pintu például íveli be a labdát már 30-40 méterre a kaputól, hogy nem próbálnak bejutni a védelem mögé és visszarúgni azokat a labdákat, ami jó lehet akár Gurénak, vagy akár Csermáknak is, és Gurénak szerintem ez ilyen eléggé pekhes szituáció, hogy olyat várnak el tőle, ahogy én látom, hogy egyszerűen ő arra nem képes, vagy nem ebbe a jó. Tibi, ezt igen, csak annyit akartam hozzászólni, hogy az a szomorú, hogy ugye mondjuk, hogy ugye Gurét, ha leszámítjuk a Szlovan elleni meccset, hát keveset alakított, és amikor feltesszük a kérdést, akkor ki legyen a csatár? Én szólok egy pillanatra, Tibi, szoktál járni a Somorjai meccsére. Leginus mit játszik? A Leginus inkább a gyors szélső, de sajnos sérült már egy hónapja, úgyhogy nem bevethető. Na most csak annyit tennék hozzá, hogy a Gurét szétszette itt Máté, én csak annyit tennék hozzá, hogy az egész fölkészülésen próbáltuk Krsztovics helyén játszotni Leginust, amikor az életben nem volt kitolt. Szóval ez vagy hozzá nem értés, vagy próbálunk erőtetni olyat, ami egyszerűen nonsens. Legjobb teljesítményeket a széleken. Pontosan egy gyorslábú srácról van szó, aki képes 10 közel, 10 alatt futja a százat, egy kicsit túlzással mondva, de egy kitoltak, raktuk őt a fölkészülési meccseken. Szóval ez egy kicsit úgy nálam necces, ezek a döntések, és nagyon jól mondja Máté, hogy nem találja a helyét, nincs, nem jó, betoljuk őt a 16-osba, 3-4 emberrel kell fölvenni a versenyt ennek a Gurénak, amire nincs,
egyszerűen lepaszírozzák a gyereket. Amire mi olyan szekcióba kerülünk, hogy képesek lennénk 3 húzásban, 4 húzásban megjátszani azt a pozíciót, ahol Goré tartózkodik, mi még csinálunk plusz 4-5 passzot hátul, vagy akár vertikálisan a pályán. Tibor, Magyarország és helyzetjelentés, ez két fontos szó. Ugye eltelt 1 hónap a műsorunktól, nagyon viharos időszak volt ebbe a témába. Ma mi a helyzet? Azzal, hogy hogyan tekint a magyar média a DAC történetére, erre nem éppen sikeres történetére, és most kérnék is, hogy megvan osztva a média, illetve a nemzeti sport véleménye különbözik a többi médiától? Mi a helyzet? Annyit mondhatok, hogy a magyar média valójában az M1-en és a nemzeti sporton kívül ők csak ilyen foszlányokat vesznek. Szóval nem követik és pásztázzák, hogy az oldalakat, és ha valami van, akkor levesznek. Hát igen, jól mondtad, valójában ez az 1 hónap olyan szomorú hónap volt. Biztos, hogy kevesebb DAC van a médiában. Még most is lehet olyasmit hallani, olvasni, hogy ez a Kalmár Zsolti nem fér be a DAC-ba. Ugye, amit mutat a videóton mezében, ugye még mindig néha előjön ez a téma. És annyit mondhatok, hogy háló jó Istennek, hogy itt van a Csingér Márk, hogy teljes mértékben valójában ez a magyar vonal, ugye, ami hozzátartozik a Dunaszerdahelyhez, ez megmaradt. Nagyon sokat segítene a klubnak is, hogyha a Márk bekerülne a válogatottba. Mert ha veszük a világi érát, ugye az februárban lesz 10 éve, mindig volt a DAC-ból válogatott játékos. És tudjuk, hogy az óriási pozitív reklámot csinálta a klubnak, Felvidéknek, Csallóköznek, mindenkinek. És főleg most jó lenne. Igen, nagyon jó lenne, úgyhogy bízom benne, hogy valójában most pár pillanat csak a Csingér Márkunk van, aki etéren tud segíteni, pozitív reklámot csinálni a Dunaszerdahelynek. És mi a véleményük arról, hogy 7. helyen áll a DAC? Csalódás. Mert valójában a DAC ilyen alacsonyan nem volt. A DAC mindig ott volt az elején, ugye? Mindig arról beszéltünk, hogy mennyi a hátrányunk a Szlovánra? Igen. És most ugye lehet, hogy pontbérileg nem nagy a hátrány, de tudjuk a helyezést, és láttuk az eddigi 12 meccset. Annyira távoli nekünk most a Szlován, hogy nekünk más problémánk van, hogy alig említsük meg a Szlovánt a műsorainkban, mert tényleg máshol vagyunk most, mint az előző szezonban. Attila vagy akár Máté, olvassátok ti is a magyar médiát. Mi az érzésetek, amikor látjátok, hogy mi történik, és gondoltok arra, hogy hoppá, erről mit gondolnak ők? Máté? Hát én most utoljára azt láttam például, amikor a Zsolna elleni gólt kiemelték, hogy Csingernek megvan az első gólja, de kapott 1-5-öst a klub. Hát én is azt látom, hogy ez a csalódottság ott van, és talán nem is értik, hogy most úgy mi történik, hogy egyszerűen ennyire elromlott ez a csapat, és hát igen, nem pozitív, de hát ez normális talán. Tibor, hozzád még egy kérdés, ugyanahhoz a témához. Magyar és szlovák média, ugye elmondtad, hogy néz erre a témára, a DAC hanyatlására a magyar média, és itt a szlovák média. Mi a legnagyobb különbség? Mi a fókusz a magyar médiánál, és mi a szlováknál? És mi az, ami, itt kérdezném, hogy egy kis zavar is a szlovák médiában. Valójában, ha veszük a szlovák médiát, most nem vagyunk a fókuszban. Ugye a fókuszban ugye Nagyszombat van, és a Szlován van, akik ugye játsszák az európai kupákat, ugye azzal van tele a szlovák média. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy ha megjelenik a DAC,
az inkább negatívként. Egy, ami van, nem akarom annyit dicsérni, mert ma nem fogom dicsérni, de ők is észrevették, és tényleg voltak többen, akik felhívtak, hogy valójában ki ez a csingér, hogy aki a DAC védelme közepén ugye tevékenykedik, és úgy veszem észre, hogy nagyon résen vannak, hogyha valami alakul, vagy valamit próbálnak, akkor lecsapnak a DAC-ra, negatív értelemben. Most ez az utolsó, ami volt, a nagy vihart kavart idézőjelbe, ez, hogy jön a Csercseszó. Az is tőlük indult ki ez az egész. De azt hiszem, ezt majd beszélünk róla, hogy hogyan kellett volna a klub részéről, a Dunaszáj részéről kezelni. Gyakorlatilag egy 19 éves gyerek Facebook oldaláról indult el, ha jól tudom. A futballov ez Alkoliszia, valami olyasmi? Igen, és egy illető, akinek semmi köze sincs a focihoz, azzal jött a Slovan elleni meccs előtt, hogy hallottad, hogy itt van a Vibbe, itt van a Csercseszov, és ott, ha nem győz a DAC, akkor rögtön itt is van a Dunaszerdahelyen. És már meg is volt a hír. Jó. Amúgy, amit a csingérről beszéltél, észrevettem én is, hogy a tévi közvetítésekben nagyon dicsérik őt a szlovák bemondók, és kimondottan, mintha keresték is volna a szituációt, hogy dicsérhessék is, úgyhogy ez jó volt hallgatni. Veled kezdem, rátérünk egy elég nehéz témára. Klub, igen? Ehhez hozzáfűzhetek. Persze, valami, természetesen. Csak annyit fűznék hozzá, amiről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, hogy a budapesti közeg nem feledkezik el a külhoni magyarságról, és ez tény is való, mikor a nélküledet ugye nagyon gyönyörűen elénekelték, ha ott voltatok a meccsen a Puskás Arénában. A Puskásba, és nem akarom elhinni azt, hogy kicsit nem bántja a fülüket az, hogy csak egy csingérünk van, akár Kalmár Zsoltink, Szántó Regőnk, Veszelinov Daniink voltak, ugye, ami lényegében egy magyar kötődésű, mert úgy tudjuk, hogy ki a mentora. Szóval én azt gondolom, hogy a magyar közeg nem feledkezik el, és az MLS vezérkar tudják, hogy hány nap a világ szerintem. És ez Dunaszerdán nagyon-nagyon rossz vonal, hogy csak egy csingér márkunk van, és nem termelünk ki akár egy új Kalmár Zsoltit, és valahol nem preferáljuk Vitálist az A csapatba, és ezeket a dolgokat picit úgy mellékvágányról helyeztük. Van egy szlovák edzőnk, amiről lehetne beszélni, Balog, akár Szántó Regő, Kalmár Zsolti, és ezt ki kell mondani, hogy nem volt a szívügye. Balog Norbi nekem személyesen mondta, hogy nem szeret az edző például, most már ki lehet jelenteni, eddig nem akartam. Én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat a klubnak kellene kicsit jobban odafigyelni erre a vonalra. Egyik nem zárja ki a másikot, hogy Balognak is megvoltak a hibái, de... Természetes. De másik oldalon itt van az, hogy már túl sok abból a példából, hogy így van. Magyar játékos megy el. Szóval itt már azért... Így van, és ha azt veszük, hogy Kalmár Zsolti 8 percet játszott, vagy lecserélték a Gori ellen, és a nyakába varták a kiesést. 80. percben, 79. percben. És akkor ennek ellenére Marco Rossi behívta a válogatottba, és sőt, kezdőként is szerepelt, holott a csalóközi közeg úgy reagálta le ezt, hogy így félváról. Azért Marco Rossi egy komolyabb ember, véleményem az, hogy csináljon olyan bakikat, hogy akár egy trucból egy Kalmár Zsoltit be fog kezdőbe nevezni, már csak azért, mert Dunaszerdán nem játszik. Szóval itt egy picit a szakmát nyomjuk előtérbe, hogy egy Marco Rossi behívta, Gula meg nem szerepeltette a csapatba. Szakmai szempontból nagyobb renoméja van a Rossinak, és nem csak itt Közép-Európában, hanem Európában is, és ezt nem szabad elfelejteni.
Oké, még ehhez a témához. Ezzel kapcsolatban az Attila nagyon jól megemlítette a nélkülözet, ugye a magyar-szerb meccsre gondoltál, ugye? Én múlt héten Topolyán voltam a Topolya-Freiburg meccsen, ott is felhangzott a nélküled. És ez egy akkora fantasztikus dolog, hogy az embernek rögtön ugye eszébe van az anyaország, és a környező csapatok, Dac, ugye Topolya, Sepsi, Eszéke. Nem tudom, hogy van-e nélküled, de szóval tényleg úgy, hogy az Attila mondja, és az a gond, hogy egy kicsit rátérjek a Topolyára, hogy beszéltünk róla, hogy sajnos ugye nálunk most per pillanat egy játékosunk, a magyar játékosunk van, aki a kezdőcsapatban van, és például sajnos a Topolyán nincs. Szóval a Topolyán nincs, csak egy Sós Bence nevezetű srác jött be a meccs közbe cserélt. Szóval nincsen. És csak annyit kérdezik, saját nevelés sincs? Nincs, mint például ugye Sepsinek, ugye kapusa, ő odavalósi, ugye erdélyi, de nincs, sajnos nincs. Nem jó jelenség az se. Ja, igen, sajnos igen, ez van. Mi máshoz voltunk szokva. Igen, így van. Máté? Hát én még maximum Kalmárhoz tudok hozzáfűzni valamit, hogy én olvasom azért a közösségi médiában hozzászólásokat is, és talán még mindig sokan azt mondják, hogy Kalmárnak a tempóját hozzák fel. Igen. De ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy nem mindig a látványra kell adni, még hogyha Kalmár olyan pozícióban is van, hogy mindenki azt várja el, de jelen pillanatban Magyarországon is kimagasló mutatói vannak statisztikailag is, és hát szemmel láthatóan is, hogy hozzáad ahhoz a csapathoz. Úgyhogy ehhez csak annyi, hogy azért Rossi nem véletlen hív be valakit, neki megvannak azok a preferenciái, és nem fog akárkit berakni a kezdőbe nyomás miatt, mert akár a média azt sajkozza, hogy rakja be a XY-t, mert micsoda nagy dolog lenne. Ő nagyon szakmailag jár el, és nem véletlenül majd egy olyan Kalmár Zsolt is. Ezzel az erővel a Manchester Cityből kidobhatnánk a De Bruyne-t, mi súlyfölöslege van, és nem fut annyit már, mint fiatal korában. Igen. Még feltennék egy kérdést, ugye Máté megemlítette a Zsoltit. Nem tudom, amit elment a Zsolti. Mi rúgtunk szögletből gólt? Vagy a rögzített szituációból, szabadrúgásból? Csak arra ugye sokan azt mondják, hogy lassú, meg hogy lelassult, meg stb. Ugye. Ami igaz, valamilyen szinten igaz. Természetesen igen, ő. De azon kívül viszont megvannak azok a kvalitásai, amivel, igen, amivel mindig tud nagyon eredményes lenni. De Attilával egyik műsorban beszéltünk róla, és nagyon jól megjegyezte, hogy voltak neki egy mérkőzésen, kétszer úgy visszajött védekezésbe, hogy ott nem lehet arról beszélni, hogy ebből a szempontból nem hasznos játékos. Igen, még hogy lát volna ugye a félpályán. Pontosan, és csak annyit tennék hozzá ehhez a témához még, hogy nem mindig a atlétikai teljesítmény, hanem az ész is dominál a futballban. Nem beszélhetünk Niké Ligában olyan iramról, vagy akár az NB1-ben olyan iramról, ha bár a NB1-et, ha megnézzünk egy Fradi Újpestet tegnap, hát azért brutál iram volt, meg ütközés, meg nem tudom, láttátok-e, hogy a NB1 már kinövi ezt a Niké Ligát vastagon. Nem beszélhetünk olyan iramról, például a Fehérváros és Dunaszerdáján se, hogy egy Kalmár Zsolti az agyával le tudta volna megfutballozni ezt. Pont, kösz. Tibor, klubunk és a kommunikációja. Ez nem volt jó akkor sem, amikor úgymond ment a szekér. Hát számomra ez nagyon szomorú dolog. Csak az utóbbi hónapban ugye nagyon sok olyan dolog volt, ami nagyon-nagyon rosszul volt lekommunikálva, ha le volt kommunikálva. Az érem egyik oldala, beszéltem többek között a kassaiakkal, hogy múlt héten ugye itt voltak, Somorán játszott a kupameccset, és mondták, hogy nekik a Dac oldala, mármint hogy kétnyelvűség, meg a gyorsaság, meg a hírek, hogy az egy példa. Jó, azt szeretnék elérni. Oké. Csak hogyha ére másik oldala, meg tudjuk, hogy mi történt a Dacban, tudjuk, hát tudjuk, mert egyenesen nem tudjuk, mert senki sem mondta ki, hogy mi történik a Dacban,
miért ment el ez, miért ment el az, miért ment el az, miért jött ez, stb. Ugyanúgy a távozó játékosok nem voltak jól lekommunikálva, ugyanúgy az érkező játékosok nem voltak. És ugye utóbbi hetekben, ami számomra nagyon-nagyon szomorú volt, ugye ez a sportigazgatónak az érkezése, ami ugye leült egy hír, és annyi. Igen, erről beszéltem én is, hogy gyakorlatilag nem tudjuk azt, hogy a kompetenciók hol maradtak, és hol, szóval egy ilyen vákum lett, és hírzárlat abból a szempontból, ami nagyon fontos, hát ki lesz a sportigazgató, és bizonyos funkciók újraélettek gyakorlatilag, vagy most már Jan van der Eelennek csak az egy funkciója van, az a technikai menedzser, vagy mi volt, igen. Az már nincs, és akkor a sportigazgató, itt most nagyon fontos, hogy egy dolog a funkció, a másik, hogy milyen kompetenciók vannak. Igen, és valójában itt vagyunk ugye a kommunikációban azon, hogy reagálni egy-két hírekbe, ugye beszéltünk róla, hogy felröppent ugye az mondta is, a 19 éves srác feldobta ugye, hogy a Csercseszovjön Duna Szerdahelyre, ugye. Te valaki többen felhívtak a szlovák médiából is, ugye ez megjelent, szombaton játszottunk Zsolnán, ugye, akkor kikaptunk őt egyre, és másnap dobták fel, és akkor mondtam neki, hogy mondom, én csak paraszt ésszel dobjuk össze, sajnos az a helyzet, ami a helyzet, egy ukrán sportigazgató fog idehozni egy orosz edzőt. Az az egyik dolog, ugye? És a másik dolog. Ha jól tudom, 1,8-1,9 millió volt a Csercseszolnak a fizetése a Fradiban. Többet nem kell mondanunk, azt hiszem, ugye? Csak ez a két dolog, nem akarom a szakmai dolgot, mert beszéltem a konkrétan a Robomakkal, ugye, ott volt a Fradiban, amikor volt a Csercseszó, hát azt mondta, hogy a Rebrótól nagyon messze van. Oké. Srácok, akartok reagálni, vagy még egy... Igen? Tibi, bocsik, elnézést kérek, azt akartam mondani, hogy például, amikor felreppent ez a hír, a klubnak reagálni kellett volna. Ezt rágta a sajtó hány napig? A klub nem volt képes kiadni egy nem tudom, hogy azért nem akarták kiadni, hogy nem akarták kijelenteni azt, hogy nálunk nincs edzőkérdés, hogy ez hülyeség, nálunk nincs edzőkérdés, bízunk Gula edzőbe. Szóval ilyen rövid hírbe. És még az, ami nekem úgy hiányzik, hogy ez a szurkoló, most, hogy úgy hiányzik az a hogy milyen az élet a dacban, ugye? Az, hogy ráadok egy interjút a meccs előtt, hétközben, a hétvégén, ugye, egy olyan élet, hogy hogyan zajlik az élet a dacban, ugye, hogy ilyen lazábban venni, hogy egy kicsit, hogy legyek a dac családnak a részese valójában, ugye? Ezek a laza videók, amik például, amikor a Schäfer volt, vagy a Kalmár, hogy járkátok a kamerával. Igen. Ez igen, ez többnyire minden klubban van, csak valószínűleg nem akkor, amikor nem megy a játék. Viszont persze. Az se jó, ha kizárólag csak arról beszélünk, és most rátérek egy témára, és aztán később lehet mindkét témára reagálni. Gula edző és a sajtótájékoztatói. És most megkérnélek valakit, illetve bevállalhatja valaki az ördög ügyvédjét, úgyhogy legyen a úgynevezett ördög ügyvédje a Gulának. Na most, ha lehet, na most... Mit okozhat ez még, mert már elég sok gondot okozott, mit okozhat még, ha nem fog megállni ez a rossz kommunikáció a sajtótájékoztatón. Illetve te mondtad, hogy a utolsó sajtótájékoztatón már azért fékezte magát? Jól mondom? Nem voltam, csak visszahallgattam élőbe, úgyhogy ami közvetített a klub, de már azért kitért arra a hiányosságokra is azt, amit rosszul csinált a csapat, és már talán egy picit kritikusabb hangnemet ütött meg. Na hát most akkor reagálok így az előzőre is, meg most is erre a Gulára. Gulára, a véleményed most ezek a sajtótájékoztatók. Az én véleményem, én úgy veszem, ez az ő véleménye. Mindenki látja, ezt ő mondta. Én is láttam a meccset, te is láttad a meccset, a többi 8000 ember is látta a meccset, bárcsak annyian lennénk, ugye? Szóval lehet neki más a véleménye is. Ha jól emlékszem, ő neki
Ugyanez volt a stílus a más kluboknál is, szóval úgy volt. Természetesen, ugye az Attila is mondta, hogy most úgy tűnt, hogy most ugye szombaton megváltozott, ugye belement olyan dolgokba is, hogy mondta igen, hogy nem volt jó javítani, hogy győztünk, stb. Lehet, hogy ez annak volt a hatása, hogyan a nézők reagáltak ugye a pályán látottakra. Egy kiegészítő talán gondolat is. Szerintem oké, lehet ez a véleménykategória, de véleménykategória az akkor van, amikor eszmecsere van két ember között, vagy két csoport között. Ez még sajtótájékoztató, ahol reflektálni kellene azt, ami ténylegesen történik a pályán, és így próbáljuk megközelíteni az egészet, hogy most fedi az, amit mond a mérkőzésekről a Gula, azt, ami történik a pályán, illetve van egy, még egy jelenség, hogy gyakorlatilag csak a játékosokat kritizálja, és saját maga ilyen önreflexiót nem nagyon gyakorol, mint például a Weiss. Na most ezzel mi? Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáértés hiányzik a klubunk részéről, és ott a vonal felett gondolom a két sportigazgató, mert az új sportigazgató is elég meredeken nyilatkozott, hogy elégedett a csapattal és az edzővel is. Hát itt a Tim mondja, hogy hát azért más is látja ezt a mérkőzést, nem csak ők, és azért más is valamit konyít ehhez a szép játékhoz, és a szurkoló az a egyszerűen a legnagyobb kritikus is, a legnagyobb pozitív és negatív értelemben veszem, hogy a legnagyobb kritikus, és azért kinyilvánítja a véleményét, akár láthattuk most szombaton is, hogy ott hagyták a lelátót, és távoztak. Most bevallom őszintén, hogyha én vagyok a sportigazgató, és olyan nyilatkozatokat hallok, akár a Szakolca, vagy akár a Zsolna meccs után, amit az edzőnk megenged magának, akkor a sajtótájékoztató után fölhívom őt, és akkor elmagyaráztatom vele, hogy ő mit látott, vagy rákérdezik, hogy hát azért ezt komolyan gondolta. Szóval itt az, amikor arról beszélünk, hogy az a kontrolla, az a szakmai kontroll, ami van, nem tudom, hogy ezzel az ukrán úriemberrel, hogy mennyire jött ide a szakma, azért egy Rebro mellett dolgozott, ahol ott 31 éves, és hát én nem hallottam a nevét, de hát egy sportigazgatónak, vagy egy segéd edzőnek, mert hát a válogatottnál is ott van, ugye, nem szokás a nevét emlegetni, de én csak annyit fűznék hozzá. Ez maximálisan le van nézve a hazai közeg, hogy nekünk Ukrajnából kell hozni egy sportigazgatót ide. Hát nincs itt a kert alatt valaki, van elnézést a hasonlításért, vagy nincs Magyarországon egy olyan ember, aki beszéli az ukrán nyelvet, az angolt és a szlovákot és a magyart, vagy itt azért kétségbe vonom ezeket a döntéseket a klubunk részéről, hogy ha miért éppen ukrán, vagy miért éppen pontosan ez azért, mert a Jan van Dellel kétszer beszélgetett a sajtóba, vagy a páholyba, és úgy gondolták, hogy ez jó lesz ide. Hát maximálisan lenézik a közeget, maximálisan lenézik ezt a szakmai körítést, ami itt van a klubunk körül. Mármint hazai szempontot az. Igen. Azt hozzá kell fűzni, hogy gyakorlatilag egy éve már itt volt, úgyhogy a közeget talán ismeri, de nem szoroz azon, hogy a sport igazgató funkcióján csak pár hete van, és ott fel lehet tenni a kérdéseket, hogy miért. És miért nem abból a közegből, ahonnan olyan emberek lennének, akik gyorsabban tudnának reagálni most a szezon alatt például. Hát erre nagyon-nagyon sok példát tudnék mondani. Egy olyan együgyű hasonlatot például, hogy a Bognár Gyuri a Paks edzője és a másik helyén áll, ugye, és van egy Fradi, aki tele van tűzdelve külföldi játékosokkal, szóval itt a hasonlat a hazai szakma és a külföldi
szaktekintély között egy picit meredek példa, de azért én ez ide kívánkozik, vagy akár ez egy olyan csapat, aki tök szlovákokból áll a Niké ligában, akár Rózsahegyet, talán egy külföldiük van. Nincs komoly eredménye, vagy nincs olyan helyezésen most a tabellán, de azért meg tudják futballozni, nem például 6-7 nemzetiségű játék, nemzet képviseltesse magát az öltözőbe egy ukrán sportigazgatóval. Máté, sok téma. Hát rengeteg. Én nem tudom, hogy most pontosan hogyan, miképp van. Én olvastam egy interjút ugye ezzel az ukrán sportigazgatóval. Ő ott azt mondta, hogy sportszakmailag teljesen a ő kezébe adnak szinte mindent. Ő itt ezt nyilatkozta, hogy a döntések úgy lesznek, hogy ő elmondhassa a véleményét sportszakmailag, de a döntéseket közösen fogják meghozni Jan van Dalével. Úgyhogy nem tudom, hogy ez pontosan milyen változás lesz, de szerintem ez rövid távon még nem fogjuk meglátni, hogy pontosan ez hogyan lesz, hogyan működik. Ezt majd talán pár év múlva jobban megtudjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy nagyon nehéz így elsőre valamit mondani, de én már annak örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan projekt, amit kitűz a klub, mert a eleinte nagyon szépen működött, de utána jöttek ezek a pánik megoldások, akár amikor eleinte csak fiatalok jöttek, utána pánik megoldás, hirtelen jött minden korosztály, és utána nem tudtuk, hogy mi van, és azóta nem is hallunk nyilatkozatokat, hogy most mi a projekt, mi a elképzelés, mi a terv, úgyhogy én azt várnám el, hogy valaki most már vegye kezébe és szakmailag határozzon meg egy utat, és próbálják meg azt betartani, és azon a úton haladni. Hát igen, fontos dolgot mondott az Attila, hogy valójában, hogy miért ez az ukrán srác jött ide. Én egy olyan embert próbálnak elképzelni ilyen ebben a funkcióban. Például ugye említette Attila, hogy ugyan tele van a külföldi játékosokkal a Fradi, de azt veszük, a sportigazgató Hajnal Tamás. És ha nézzük itt a nagy klubokba, idézőjelben szlovákokba is, helyi emberek vannak, akik ismerik a helyi közeget, a helyi mentalitást, mindent ismernek. Nem tudom, senki sem magyarázta meg azt, hogy miért. Most lehet, hogy nagy butaságot mondok. Nekem maximálisan megfelelt Jan van Dale. Magyarul beszél egy intelligens srác, aki alkalmazkodott a közegünkhöz, viszont véleményem az, hogy ez az ukrán srác vagy sportigazgató egy kicsit olyan szemfedés. A döntések meg mindig ott lesznek, ahol eddig voltak. Én nekem ez a véleményem, és lehet, hogy szakmaiságban hoz valami újat. Viszont kommunikációban, a kifelé kommunikációban, ami a szurkolókat, amit a Tibi is előbb mondott, hogy kifelé keveset kommunikál a klub, ez az ukrán srác egyszerűen nem megfelelő. Szerinted ez a lépés azért volt, hogy egy kicsit lemenjen a nyomás a Jan van Dalére? Biztos vagyok benne. Oké. Igen, szerintem is biztos, hogy ezért volt ez a húzás, igen. És ebből a szempontból jó választás ez, ha így kezelítjük meg? Nem, de mondtuk, hogy beszéltünk róla, hogy valójában az utolsó szó a Jánai lesz továbbra is. Ő fogja megmondani, hogy igen vagy nem. Szóval ez olyan érdekes. Félig meddig megoldás. Igen, olyan. Így van, félig meddig megoldás, de én erre tudok egy saját alternatívát. Nem kell egy sportigazgatót váltani. Három embert kell mellé tenni, aki a szakmában maximálisan ott van. És legyen az hazai. Közgazdász, és legyen. Így van, legyen az hazai, legyen az akár egy szlovák srác, vagy legyen egy cseh, de mindenféleképpen a hazai legyen képviselve, aki ismeri azokat a dolgokat, aki hall, és aki ismeri azokat a dolgokat, amik történnek az emberek, és ahogy annó, akár beszélhetünk itt a 80-as évekről is, történtek dolgok, amik a hazaiak csinálták a futballt. Köszönöm, és most következnek a gyors válaszok. Tulajdonos váltás. Hát ez az egyik legnehezebb kérdés. Én őszintén leszek, én még egyelőre pletykát nagyon-nagyon ritkán hallottam közegekbe, de
Talán azt gondolom, hogy tulajdonosváltás az ennyire radikális dolog, nem szükséges jelenleg a Dacnál. Azért a anyagi háttér megvan, van egy gyönyörű szép stadion, akadémia. Én inkább talán a szakmai részt, és inkább azokat a rétegeket tölteném fel olyan emberekkel, akik tudnák dobni ezen. Úgyhogy én a tulajdonosváltással úgy vagyok, hogy egyelőre szerintem örüljünk, hogy van egy stabil lábakon álló csapat, mert hát még a Nicky Ligánk egyik legjobb, vagy legértékesebb csapatánál is folyamatosan felmerül a tulajdonosváltás, úgyhogy jobb egy kicsit így stabil lábakon állni talán. A tulajdonosváltás az egy stratégiós és hosszú távú döntés is, de per pillanat nekünk egy nagyon gyors ad-hoc döntés kellene. Milyen az? Ami megváltoztatná ezt a lehetet. A legnehezebb kérdéseket te kapod. Nem gond. Ami a tulajdonváltással visszatérnék, nem tudom elképzelni, hogy per pillanat a Dacnak más legyen a tulajdonosa, mint Világi úr, aki felállította 10 évben, ugye felélesztette a Dacot, ugye felépítette a gyönyörű stadiont, a gyönyörű akadémiát, meg mindent. Nem tudom elképzelni. Természetesen látjuk, ugye, hogy a MOL eltűnt a stadionunkból, ugye? Látjuk, hogy egy magyarországi banknak van a rekláma, ugye? És az embernek, ugye, hogyha így folytatja, akkor azt mondja, hogy például Eszék, ugye? Ott tudjuk, hogy ki az Eszéknek a tulajdonosa. De mondom, nem tudom elképzelni, hogy itt más legyen a tulajdonos, mint a Világi úr. És hogy a válasz, amit tettél, ugye feltettél azt a kérdést, kapásból nem tudok így semmit sem mondani. Annyit tudnák mondani, hogy nem tudom, 6 vagy 7 forduló van még vissza ugye ebben az évben, hogy igyekezni a maximumot kihozni a csapatból, amit lehet, és már most, november 1-én készülni arra, tudni, hogy mit szeretnék csinálni januárban, hogy február, mikor folytatódik a bajnokság, egy más Dacot lássak. Ne legyen olyan felkészülés, hogy megint nem tudom, hányadik körben jövünk rá, hogy ez nem jó. Attila, mi nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen a kommunikáció, és minél tovább annál rosszabb érezni ezt a levegőbe is, és gyakorlatilag egyes lépések is olyanok, amikor már fogjuk a fejünket, hogy mi ez. Na, itt is nagyon gyors döntés kellene, mit kellene nagyon gyorsan megváltoztatni, hogy ne legyen belőle gond a klub és a szurkolók közötti viszonyban. Csatlakozni tudok Tiborhoz és Mátéhoz, semmiféleképpen tulajdonosváltás szakma, és nem kell itt publikálni neveket, hogy most sportigazgatóváltás vagy van, nem. Ott van a gyönyörű Villaróza, minden héten kétszer egy laza vacsorát, lazacot el tudok képzelni, vagy ilyesmit. És a tulajdonosunk bízza magát arra a közegre, ami itt van, és bízza magát azokra a jó tanácsokra, amit meg kellene, hogy halljon, és most egy picit durva leszek, ne a lütyőkre hallgasson, akik telebeszélik a fejét mindenféle maraságokkal, és szakmaiatlan a dolog. Én azt gondolom, hogy alázattal kell viselni a mélypontot is. Jelenleg vagyunk egy olyan pozícióban, amikor a csapatnak nem úgy megy, volt a Liverpool is, volt a Manchester United is, most a Manchester United, nézzétek meg, hogy milyen mélységeket él lát, és még nem mozdították el az edzőt. Nem beszélnek tulajdonosváltásról. Ez egy kicsit meredek úgy, ahogy a Máté mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon szélsőséges megoldás lenne, és én sem tudom elképzelni, amit itt felépítettek. Viszont még egyszer mondom, hogyha rákérdeztél, szakma, nem kommunikáció, és olyan emberekkel körül venni magát a tulajdonosnak, aki okos dolgokat mond a csapat körül, és egy kontrolla az edzőnek, hogy ne beszéljen a sajtótájékoztatókon olyan sületlenségeket, amit már elhangzottak. Oké, köszönöm szépen. Jó, és tartva a jó szokásainkat a foci duma után, úgy, mint az előző műsorban, megkértelek titeket, hogy hozzatok valami könyveket, amit érdekesnek találtok, és ajánlani is tudjátok. Kezdjük veled, Tibor.
gondolkoztam, hogy milyen könyvet hozzak, milyen könyveket hozzak, és igyekeztem a jelenlegi helyzethez viszonyítani a könyveket. Ugye a Csoda kapujában is Marco Rossiról írt életrajzkönyv azért ajánlanám és hoztam, mivel ha merjük kimondani azt, hogy Magyarország jövőre ott lesz az Európa-bajnokságon, ugye azt az egy pontot valahogyan begyűrjük, ugye, és emlékezünk, hogy mi volt 21-ben az Európa-bajnokság alatt. Hogy ez a könyv ugye hűen tükröz az, ami volt Magyarországon, ugye nekünk ez a címlap is ugye a szívünk közel áll, ugye a két volt dat szereplő a címlapon, úgyhogy kell lennél több, nem kell lennél több. Ikonikus fotó amúgy. Igen, Münchenből ugye. Ugye a 2-2 után. Azt hiszem, hogy tegnap, ha jól emlékszem, volt ugye Diego Maradonának a születésnapja, ugye, amit sajnos már nem ünnepelte senki se, de azért természetesen mindenki megemlékezett róla, mert az egy óriási, óriási... 63 éves lett volna. Lett 63, 60-as, ugye? Igen, jól emlékszem, ugye, szóval egy fantasztikus, teljes életrajz. Több könyvet olvastam a Maradonáról, de talán ez a legjobb könyv, amit olvastam. És maradva Nápolyba, mivel mikor 2007-ben Marek Hamsik a Nápolyba került, ugye tudjuk, hogy milyen az olasz média, és kellett neki egy olyan dolog, hogy igaz információkat juttasson el, főleg az újságírók és a szurkolók felé, ezért valójában 2007 óta voltam neki a sajtósa, ez nagyon-nagyon kemény szó, sajtósa. Megalapítottunk egy weboldalt, és azon keresztül minden meccs után, minden alkalom után ugye tudattuk a szurkolókkal, az újságírókkal, szlovákul és olaszul az ő véleményét egyes dolgokról. Többször jártam nála, és személyesen átétlen tényleg mi az a Nápoly, mi az a nápolyi foci, és ebben a könyvben tényleg hülyen le van írva, hogy milyen egy focistának lenni Nápolyba. És ugye beszéltünk Dominikról, Szoboszlai Dominikról, a mestere Jürgen Klopp, érdemes elolvasni ezt a könyvet, ahol még jobban az ember megismeri belülről Jürgent, hogy honnan indult, és hol van most. Attila. Érdeklődve nézem a könyveidet, már 5-ből 2 nekem is megvan, és olvastam. Hát én a Carlót hoztam el, ugye. Ancelotti, a kedvencem. Akiről hát minimum ennyit tudnék beszélni, amennyit beszéltünk itt a múltban. Csak annyit hozzátéve, hogy a modern futball köszönhet neki egy olyan formációt, mint a karácsonyfa, amit előszeretettel alkalmazott. És hát Carlo ebben a könyvben leírja azokat a dolgokat, amikor egy Liverpool ellen játszottak egy megdöntőt, meg olyan dolgokat emleget, ami kísérte a karrierjét. Számomra egy olyan úriember, aki a kispadon meg tudja tartani az arculatát, meg tudja tartani az intelligenciát, amit én sosem nem tudtam megtartani. Anno érdemes a világ első top 3 edzőjébe szerint beleraknám, holott ez nagyon necces, amikor az top 3-ról beszélünk edzőkről, mert mindenkinek megvan az erőssége. Ezt nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, és egy szakmát hoztam Miro Holienkát, ez egy régi könyv, nagyon sokat lapozgattam edzői karrierem során, nagyon sok dolgot merítettem belőle, kimondottan edzésfajtákról, formációkról, hogy mondjam magyarul, köredzéseket nagyon jól csinálja ez a Holienka, és ezeket a formációkat is nagyon jól leírja. Egy kis kézi könyv, de egy nagyon-nagyon szlovák srác, nem is lakik tőlünk, most nem fogom megmondani, hogy hol, de egy 150 kilométerre lakott, egy 50-es években született futball tekintély, ez a Miro Holienka, aki nagyon érdekes dolgokat is anno, még akkor, mikor írta ezt a könyvet, már előre vetített a modern futballból. Ancelotti, ez valaki írta róla, vagy ez a ön életrajza? Ez a Giorgio Cassia szerkesztésében, és nagyon sok olyan dolog van, amit ő írt bele
a tapasztalatairól. Máté? Hát én megint egy kicsi taktikát hoztam, és Michael Cox könyvét, amely magyar címe A stílusok csatája, a modern európai futball kialakulása. A szerző valójában megvizsgálta, hogy a legnagyobb foci hatalmak Hollandia, Olaszország, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Németország vagy Anglia, melyik éveket uralta, akár válogatott szinten, vagy akár a liga szintjén, és aki szeretné megtudni, hogy hogyan alakult ki a mai labdarúgás, mi ment valójában keresztül, akkor mindenkinek ajánlom ezt a könyvet. Egy kérdésem lehetne, melyikre mutatnál rá, miután elolvastad és láttad is ezt a korszakot, úgy visszamenőleg, melyikre mutatnál rá, hogy az a tiéd? Én a spanyolra, mindenképp. Én kontrollmániás vagyok, nekem nem véletlenül. Évek? Az a év pedig 2008 és 2012, az a Xavi Iniesta korszak, amikor középpályásokkal nyertek világ és világbajnokat. Igen. Oké, ha megengeditek, akkor én is bemutatok egy pár könyvet. Gazdag Jóska, hogy ezt senkinek se kell bemutatni. Anno Új Szóba 10 évig minden kedden megjelent a Új Szó mellékletében a foci tipp, amit ő szerkesztett két kollégájával, azt hiszem, és később megjelent egy futballfüggő naplójából címen kiválasztott editoriálok, vagy nem tudom, hogy nevezem, azok a foci tippen a első oldalon voltak azok a cikkek, és azokból kiválasztotta. Nem tudom, de azt hiszem, hogy lehet, hogy a Jóska nem is a legjobbjainak tekintette, hanem azokat a cikkeket választotta ki, amiket legjobban szeret. Témákat is, sötébe. Úgyhogy én, amikor rosszul érzi magát az ember, és a foci nem hoz neki jó pillanatokat, akkor vegyétek el ezt a könyvet, és visszajön a foci szeretet, hogy valójában milyen gyönyörű sport ez a foci. Ez alkalmas rá, nagyon alkalmas. Kontrasztként hoztam egy könyvet, amit viszont ajánlok, és még nem is, mert én miután elolvastam főleg a Declan Hill Bunda című könyvét, a angolul Fix, hát nagyon, nagyon elment a kedvem a focitól, és gyakorlatilag eléggé megváltoztatott egy pár dolgot. Szóval, ahogy mondani szokás, illúzió romboló könyv, de meg van alapozva azzal, ami reálisan történt is a világban. Még egyszer Declan Hill, Bunda, angolul Fix, és ugyanabban az időszakban, amikor kijött ez a könyv Magyarországon, és nagy téma volt akkor, mert voltak azt hiszem a Bochumi ügyészség által Magyarországon is voltak bizonyos dolgok vizsgálva, akkor Benkő Gábornak kijött egy könyv Futballgyilkosok nevén, szóval ezek a foci illúzió romboló könyvek, ez a kettő, de ez az, ami a foci szeretetét nagyon így megmelegíti. Karácsonykor vagy karácsonykor, amikor havazik kint és te játiszol, akkor jó ezt olvasni. Csak havazzon. Igen. Rendben, srácok, nagyon szépen köszönöm mindhármatoknak, hogy részt vettetek a második szedezett leltár második epizódjában is. Következő forgatásunk megint egy hónap múlva lesz, és egyet remélünk, szerintem ez a ti nézetetek is, hogy azért aztán már legyenek jobb eredmények, és jobb focit lássunk. Hát nagyon össze kell kapni magát a csapatnak, edzőnek, mindenkinek, és természetesen reménykedjünk, mert nem jó negatívumokról beszélni, hanem inkább pozitívumokról szeretek jobban. Akkor fejezzük be a magyar válogatottal. Nagyon sok a sérült, ugye, és még nincs is itt a meccs, de épp beszéltünk róla múlt héten Topolyán is, hogy az első meccs ugye Bulgáriában lesz. Ki kell bekelni ezt az X-et, és megvan az EB, aztán jöhetnek Krsztovicsék, és aztán be lehet az ünnep, mehet a buli.
Elemző mit tippel, hogy mi lesz a eredmény? Hát én bízok abban, hogy Bulgáriában győz a magyar válogatott, még hogyha sok lesz a sérült is. Én szerintem kiút a válogatott, és már Bulgáriába bebiztosítsa a EB kiutást, és Montenegro ellen egy felszabadult válogatottat láthatunk, teltházzal, és kiutást ünnepelhetünk, és még egy ilyen apró hír, ami talán kicsit pozitív lehet, hogy Schäfer Andrásról azt hallottam, hogy a Bayern München ellen már visszatérhet, úgyhogy lehet, hogy a közelmúltban láthassuk, a közeljövőben láthassuk őt is újra a pályán. Egy kicsi pozitívum talán a végére. Hát igen, nagyon hiányzik, hát az Unión, nem tudom, 5-6 meccset vesztett egymás igen. után, úgyhogy hiányzik a Schäfike. Meg a válogatottból is azért. El kéne egy jó Schäfer András. Meg a dacból is. Látom, hogy azért hiába próbálom megállítani a műsort. Elkezdünk egy témát, úgyhogy beszélhetnénk itt akár éjjelig, de sajnos meg kell tenni, mert egy hónap múlva találkozunk, és nagyon szépen köszönöm a nézőknek is, hogy a másik epizódot is követtek, és viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És hajrá, Dac! Hajrá, Dac! Hajrá, Dac!